Népi mesterségek bemutatója, kézműves játszóház, gasztronómiai bemutató. Hagyományőrző csoportok produkciói várták a vendégeket a Vágás utcai művészeti, kézműves és gasztronómiai találkozón. A rendezvény ünnep is volt a település lakói számára, hiszen baráti találkozóra is alkalmat adott. Jelen voltak a határmenti szlovák települések kultúrcsoportjai, a hegyközi hagyományőrző együttesek, de meghívást kaptak a fesztiválra Vágás utca testvér településének, Kisapostognak a képviselői is. Üdülőfaluvá kezd válni Vágás utca, illetve ez több hegyközi településre is igaz, és ahhoz, hogy ezeket az üdülőfalvakat ne csak kihalt faluként ismerjük, szükség van arra, hogy egy kicsit megmozgassuk az embereket, és azokat a hagyományokat, amelyek minden településre, egy Vágás utcára is jellemzőek, életben tartsuk. Ez az egyik legfontosabb szerepe. Találkoznak ilyenkor a rokonok is egymással, ismerősök. Azt hiszem, hogy ennél fontosabb dolog nem is nagyon lehet egy ilyen napon. A rendezvénynek több évre visszanyúló hagyománya van, azonban a kezdetben meghatározott célok mindmáig fontosak. A népművészeti értékek megbecsülése, a hagyományokat őrző emberek összefogása. Ezek az emberek, akik ma itt fölépnek, legyenek azok vágásfüreik, vagy bárhonnan jövők, akár Szlovákiából jövők, ezek még élik azt a művészetet, a népművészetet, az saját hagyományaikat, és ebben teljesednek ki, és ami még ennél is fontosabb, talán a gyermekeknek is átadják, a gyerekeknek is továbbítják ezt a megőrző fajta tevékenységet. A településen pályázati támogatás segítségével újították fel a szlovák tájházat, melyben egy vágás után mindmáig élő mesterséget elevenítenek meg. A drótos tót életét kívánják bemutatni, és ennek tükrében rendezték be az épületet. A településen élő mesterember pedig a nap folyamán bemutatót is tartott a drótozás-foltozás tudományáról. Ma már csak Ignác László őrzi ezt a mesterséget, de egykor több mint egy tucat drótos tót élt Vágás után. Itten Vágás után 400-an felül volt a lélekszám, úgyhogy hát mentünk 10-15-en is mentünk erre keresztül Vágás utáról, mentünk Károly falvának, Szárazpatakon ott volt a találkozóna is, ott elosztottuk magunkat. Aki ment mondjuk erre a Tokaj egyaján, az arra ment, aki Bodrog közre ment, az arra ment, aki Szabolcsba ment, az ment egyenesen Vencselőnek, úgyhogy elosztottuk magunkat. Vágás utca azon települések közé tartozik, melyek előregedőben vannak. Munkahely hiányában kicsi a község lakosság megtartó ereje. A problémára a turizmus fejlesztése adhatna megoldást, mellyel a hegyközi faluban is szeretnének élni. A jó levegő, valamint a hagyományok őrzése és bemutatása, akár a most megtartott fesztiválhoz hasonló rendezvényeken keresztül segíthet abban, hogy minél többen válasszák úti célú Vágás utcát, ezzel megélhetést is biztosítva az ott élőknek.